hiányzó patronok hiba megszüntetése a HP Smart Tank 500 és 600 sorozatú nyomtatókon. A HP Smart Tank 500 vagy 600 sorozatú nyomtatókkal kapcsolatos problémák megszüntetése, amikor a riasztás jelzőfény villog, és megjelenik az egyik vagy mindkettő nyomtatófej ikon, illetve amikor a nyomtató kezelőpaneljén a hiányzó patronok üzenet látható. Távolítsa el majd helyezze vissza a nyomtató kezelőpaneljén jelzett nyomtatófejet vagy nyomtatófejeket. Töltsön papírt az adagoló tálcába, majd töltse fel a tintatartályokat úgy, hogy legalább félig legyenek. Nyissa ki az előső ajtót és a nyomtatófejhez hozzáférést biztosító ajtót, és várja meg, amíg a patrontartó középre kerül és elhallgat. Ha a patrontartón egy piros jelzés látható, akkor a nyomtató fejre tesze van zárva. Nyomja le a reteszt, és próbálja megfolytatni a nyomtatást. Lenyomva nyissa ki a nyomtató fejreteszét. Ha a kezelőpanelen három pont látható, vagy a három pont felett egy villogó nyomtatófej ikon jelenik meg, nyomja le a háromszínű nyomtatófejet, és távolítsa el a nyomtatóból. Ellenkező esetben távolítsa el a fekete nyomtatófejet. Távolíts el a kezdeti beállítás során esetleg a nyomtató maradt műanyag szalagokat és narancsárga dugókat. Ne érjen hozzá az érintkezőkhöz, a tinta fúvókákhoz és a csatlakozókhoz. A széleinél fogva csúsztassa be a nyomtató a nyílásba, amíg a helyére kattan. Ha a kezelőpanelen a másik nyomtató is megjelent a jelzés, akkor a másik nyomtató fejjel is végezzel azt a folyamatot. Lenyomva zárja le teljesen a nyomtató fejreteszét. Zárja be az ajtókat. A kezelőpanelen egy ajelzés jelenik meg, és a nyomtató kinyomtat egy igazítási oldalt. Érintőképernyős modell esetén érintse meg az OK gombot. Emelje fel a lapolvasó fedelét helyezze az igazítási oldalt nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkába, majd csukja le a fedelet. Nyomja meg a fekete másolás indítása gombot, vagy érintőképernyős modell esetén érintse meg a beolvasás lehetőséget a nyomtató igazításához. Ekkor megjelenik a sikeres igazítás üzenet. Érintse meg az OK gombot. Távolítsa el, és hasznosítsa újra az igazítási oldalt. Próbáljon megkinyomtatni egy dokumentumot. Ha a hiba továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel. A nyomtató alaphelyzetbe állítása megoldhatja a hiányzó patronnal kapcsolatos hibákat. A nyomtató bekapcsolt állapota mellett húzza ki a tápkábelt. Várjon 60 másodpercet. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt. A nyomtató ekkor automatikusan bekapcsol. Próbáljon meg kinyomtatni egy dokumentumot. Ha a probléma továbbra is fennáll, szervizelje a nyomtatót. Vegye fel a kapcsolatot a HP-vel a szervizelés és jótállás lehetőségeit illetően. A YouTube-on a lejátszási listák fülre kattintva más nyelveken is nézhet HP videókat. A csatornánkon pedig megtalálhatja a HP terméktámogatás hivatalos videóit.